Thaiföld a küzdő sportok egyik bölcsőjének számít, az onnan érkező harcosokat mindenhol különleges tisztelet övezi a sporták berkein belül. Éppen ezért számít igen vonzó helynek az európai harcosok számára, közülük többen próbáltak már szerencsét az egzotikus ország klubjaiban. Így tett Vidákovics Patrik is, aki pontosan egy évvel ezelőtt döntött úgy, hogy kihasználja a lehetőséget és profinak áll. Volt nagyon sok meccsem, és valószínűleg, vagyis úgy számoltam, hogy ez volt talán a legsikeresebb évem az eddigi karrierem során, ugyanis kint Thaiföldön 7 meccsből 6-ot nyertem, ebből 4-et vagy 5-öt KO-val, úgyhogy ez sikeres volt, és igazán nagy mérkőzéseken vehettem részt, például Kínában a híres Kunlun Fighton, illetve a Wulin Fungon, ami a kickboxban egy nagyon neves show. A mérkőzések közül több igen rangos torna keretében volt, így Patrikot már az ázsiai földrészen is megismerhették. Az ottani edzésmunka másképpen van felépítve, mint az itthoni, a fiatal harcos most már a különbségekről is tud beszélni. Teljes munkaidőben azt tudom csinálni, tehát csak a sportnak élek, akkor még az edzőpartnerek, ott nagyon nagy, több neves edzőpartnerrel tudok együtt készülni. Az edzők is, tehát rengeteg edző van a top teamben. Egy edzésen 14-15 tájedző foglalkozik velünk, tehát külön figyelmet kapunk az edzőktől. Patrik most májusig van itthon, ez idő alatt 3 mérkőzést tervezett be. Ezek közül eddig egyet vívott meg, a másik 2-t jelenleg is szervezik. Május végén pedig utazik vissza Thaiföldre, hogy megkezdje második évét a távol-keleti országban.